Hello mindenki, Lász vagyok, ez pedig itt a Sims 3 85. része. Előző részben itt hagytuk abba, hogy bulira hívtak minket. És mennünk kellene. Nem tudom, hogy Kyle mennyire megy. Masni egyél. Nagyon okos vagy, hogy kocsival mész. Utána menjél ide. Kyle is éhes. Őszi salátát egyél. Aztán aludjál. Ó! Be tudunk menni hozzá, nagyon jó. Egyből rárabol a hűtőre. Vagy nem tudom, szerintem jön haza. Jön haza. Ó! Ellen Stanley. Hát jó, Andi, akkor menjünk haza. Most neked meg pisilés lesz. Vihar gyorsan. Aztán utána aludhatsz. Nem szundítás, csak alvás. Na, Andi, neked is alvás. És akkor minden jóság. Jó, ki kell föl előbb? Senki. Oké, úgy nézem, Kyle ébredt föl előbb. Munkával hogy állsz? Ó! Egy kis karizma jártasságot kellene. Világbékére buzdító beszéd. Ó! Kászimet előléptetésben részesítette, szorgalmas dolgozó mától fürge vízimentőnként ismeretes, gyors reakcióidnak és hidegvérednek köszönhetően számos rémült úszót kimentettél már a könyörtelen óceán karmaiból. Hamarosan lubickolhatsz a társaid jól megérdemelt tiszteletében, Kylie már használhatja a vízimentők speciális törülközőjét. Kyle jelenlegi heti fizetése 640 szimola, a munkaideje pedig 10-től 6-ig tart. Ez mintha több lenne, mint volt. Na de mindegy. Hány szinten van különben? 5-ös. Úristen. Andi? Úristen! A karizmát nagyon feljebb kéne vinni. Akkor vennünk el még egy tükröt. Jó lesz ez ide. Gyakorolja a beszédet. Ajajajaj, nem lesz ez így jó. Szerintem a stábtagokkal is jobba kéne lenni. Mikor mész dolgozni? 1 nap 5 óra, 2 nap 9 óra. Nagyon jó. Hú, most egy kicsit megijedtem. Hát
Most néhány jött feküdt. Jó. Úristen. Amúgy a karizmát mivel tudom még fejleszteni? Aj, csak tükörrel. Jó, Kai, te hagyd abba egy ideig. Jó, most néhesszik. Ez az. Ja, nem x-eltem ki. Ölelés. Annyi, te is egy elősz is alátát. Szeretgetés. Jól van. Kihív minket. Jó, nem... Ne! Jutalomfalatkák. Aj, és Andi megtöltötte. Úristen. Takarítsd el. Utána játszatok kötélhúzást. Beszélj el hozzá. Szeretgetés. Zuhanyozzál, utána gyakorol tovább a beszédet. Úristen, lehet, hogy fel kéne mondanunk itt. Épp valami belevágott a villám. Kyle, te is zuhanyozz. Mi ez? Ernyős, gyapjas, keserű fű. Oké. Óha! Gyorsan pisi, mert különben bepisülsz, és az nem jó. Hoppá! Jó, most menjél ide. Amúgy a családi eszköztárunkban van valami? Úristen. Ezeket eladjuk. Nem is érnek semmit, mondjuk, de...
Így. Oké. Szórakozás. Egyéb szórakozás. Kutyák. Itt van minden, amit a kutyán. Kekszlabda. És más nincs is. Jó. Tök jó, hogy nincs semmi interakció, vagy ennél nagyobb kutyának találták ezt ki? Csórikám. Oké. Javult valamennyit a karizmánk? Jó, most csak rossz. Meg kell látogatnunk pár hírességet, úgy érzem. Gyerünk. Kell neked aludnod kéne. Rálmos vagy. Jó, szerintem ez a kekszlabda, ez nettó hülyeség, maximum ha felnőtt, akkor... akkor majd veszünk egyet. Jó, Andi, szerintem te is menjél aludni. Jaj! Csoda, hogy még nem telt meg az a szennyes kosár. Jó, Masni, szerintem te is aludjál. És akkor mindenki alszik, és felpörög az idő. Ó! Igen, Andi, örök barátok. Jó, ezt nem tudom, miért írta ki megint. Kály felkelt és éhes. Jó, már kiadtam neki, hogy egy ilyen citrompalacsintát, vagy mit, miért csinált, nem is tudom. Jó, takarítsd el, és gyakorold a világbékére buzdító beszédet. Andi is éhes, egy ilyen citrompalacsintát. Vidd ki a szemetet. Ezt pedig takarítsd el. Minusz 4 fok, 14 napon tavasz, nyárig, szóval. Amúgy azt vettem észre, hogy ez a seprű elég lassú, szóval veszünk egy gyorsabbat. Ez a seprári Pegazus lesz az. Aminek egy Pegazus van az elején, ha jól tudom, meg szárnyak vannak a hátulján, és az elvileg gyorsabb. Andrea, légy szíves, mossál. Rákcsáj. És te is gyakorold a beszédet, mert még mindig nem. Úristen, 6-os szintűnek kellene lennie?
Bala. Not greedy. Not a flame, no. Rimdi. Ego Norbala. Chaka Broke. Kyla, mint szintet léptél, pakold át a ruhákat a szárítóba. Egyél még. Ezt a skillt a legnehezebb fejleszteni, úgy érzem, vagyis hát már előre láthatólag ez a legnehezebb. Na végre. Lehető legmagasabb szintet. Ó, anyám. Jó, akkor edzél. Kímélő edzés. Szükséges barátok száma összesen 3. Óha. Megbetegedett, nagyon jó. Lehet, hogy felmondunk, és valami üzleti karriert. Mondjunk is fel! Mondjon fel! És valami üzleti. Találjon munkát. Nem lesz többé izé. Újságírás, rendfenntartás, zene, egészségügy, profi sportok, nem. Belső építész, bűvész, énekes, családi napközi, divattanás, detektív, kísértet, akrobata, nem. Hát akkor most egyelőre itthon leszel. Annyi pénzünk még van, 62.706 szimoleonunk van. Jézus, ez rengeteg. Most mi ugye kimentél, és nem itt bent pisiltél. Takarítsd el. Hol van? Állások és szakmák. Állások és ajánlatok. Mi az, hogy nem szereztünk diplomát? Neki van diplomája, nem? Jól van. Üzleti kellene nekünk. Akkor van itt valahol, itt van bingo. Vagy ez micsoda? Tűzoltó laktanya. Hol tudok? Nem. Nem. Nem választunk zenészi.
Hova menjünk? A könyvesboltba, vagy inkább a élelmiszer, sarkifűszeresbe? Andi már volt a vizébe, akkor könyvesboltba megyünk részmunkaidős állásra. Talán az jó lesz üzleti kezdetnek. Miért Andi seprűjével mész? Hú, ez tényleg gyors. A pénztárgép őrzője. Jó lesz. Andi kezd éhes lenni. Egyél citrompalacsintát. Aztán zuhanyozni is kéne. Kyle. Na, gyere haza. Most mi veled meg mit csináljunk? Tényleg, ha veszek én egy fürdőkádat, akkor meg tudjuk fürdetni? Ezt el is felejtettem. Andi, gyere ki onnan! Jó. Mi van ott, amitől nem fér el? Ez így nem lesz a legjobb. Talán így. Ez így jó lesz. És akkor hol van? Nem tudjuk megfürdetni. Mert igazából nincs higiéniája. Na mindegy. Kyle-al se? Kyle-al se. Mindegy, most legalább normálisabb zuhanyozónk van, nem csak az a kicsi. Több mint a semmi. Jó, de és akkor szerintem itt lenne vége ennek a résznek, remélem tetszett nektek, ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek. A következőekben megpróbáljuk Andi karrierjének a mutatóját kicsit feljebb vinni, ugyanis hírességekkel kellene találkoznunk, és beszélgetnünk velünk, jobban lennünk velük. Reméljük sikerül. Szóval a következőekben találkozunk. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!